Ez is eljött, hoppá! Ez is eljöttem. Ezer éves barátaim meglátogattak minket, de csak mi miattunk, nem lóért jöttek. Bélánkhoz laborál velem együtt. Eljött Deján barátom és Kosaras barátom, viszik el Dendit és Timotit. Jó kis kávét, hoztak egy kis ligovicát, úgyhogy mi gondunk lehet. Elbeszélgetünk régi dolgokról, de Dejánnal ugye mi Zobnaticán is dolgoztunk, azért nekünk közös múltunk, nem kicsi, hál' Istennek, úgyhogy üdvözöllek innen is téged. Rég nem láttalak, mindig ezektől kérdezősködök, ugye a lentiekről, hogy mi van veled, meg egyebekről, hogyha hallunk valamit, úgy nagyjából tudtuk a dolgokat, meg ezt, amiről beszélgettünk. Üdvözlünk itt benneteket, még maradtok egy két percig. Ja, rakjátok ki a zsebetekből, ami azért beszélünk. Ugye vezetőszár, ágaskodó. Úgy, na. Ezeket biztos nem fogom elvenni, de az ágaskodó azt, amit előbb szépen a hátad mögé raktam. Az ott van bent. Meg a vezetőszár. Na, úgyhogy aranyos kis csapat, meg eszembe jött még a régi zobnaticai dolog a Dejánkával. Sokat killódtunk ott, ő is killódott, mi is killódtunk ezekkel. Na mindegy, üdvözöljük őket. Hát a Jörsik az meg napi szinten itt van. Bélánk napi szinten nevet, mindjárt jön poszikával. Hogy áll a farkat te? Mit csinálsz ott? Mit csináltál? Mire gondol ez ilyenkor? De ez van hülyeséget, poszika van. Poszi. Nekem meg a Miksike van, Gabinak a Roxi, ennyi mára. Na puszko mindenkinek, úgyhogy hány kilométert jöttek? 200 valamennyi? 190. 190-et, ja. Meg még megyünk. Na még megyünk vissza, 200 valamennyi. Akkor szép lesz. Na jó, utat nektek, de akartok, igyatok még egy kafét, és főrakjuk a vadakat.